Cookie. Sziasztok! Játszunk egy kis Demon's Souls-t, így a... Minek a... Hát ez... Érdekes. Mert olyan régen volt Demon's Souls. Most... Még mindig egy férfit fogunk indítani, hiszen... Lobin... Lobin of Lockley egy olyan karakter kell, akinek íja is van. És viszonylag magas dexterity-vel rendelkezik. Szerintem ez a thief lesz. És van egy adag nyila is, amivel kezd. Pardon. Most keltem föl, és még ki kell köhögnöm a szart. Napközben majd jobb lesz. Na szóval. Foundation, az rendben van. Appearance. Hát ez nem lesz jó lobbyra semmiképpen. Ki az, aki... indulásnak ő jó lesz. Base skin tone. Hát semmiképp se legyen lila a színe. Ő a rendes fehér ember lesz, bár mondjuk így elég sárga. Így talán jó lesz. Oké. Okay. Age. Az Age az nagyon fiatal lesz, hiszen ez az első Souls játék. Súlya. Nem lesz súlya. Idegesít a szeme. Szeme színe. A Lobin ilyen zöld emberke volt amúgy. Úgyhogy... hol van a... Facial hair... Így jó lesz, és akkor te pedig... Bicske, ennyiféle van? Hát akkor az. Kis bajuszka. A színe pedig totál zöld lesz, mert hát Lobinnak ilyen színű szőrzete van. És a haja is az lesz. mik ezek a hajak, te? Szia, Bálint. Oké, nagyon kis jóvágású lesz. Figyelj, seggála van. Ott a segg áll. Ez az. ez ilyen kerenhaj. Jó. Széles szájú. Magasan van az orránál. Ez most nem lesz hiányos fogsorunk, hanem ilyen, ez jó lesz. És akkor az orra
Az orra a Lobinnak ilyen karvajor volt. Kicsit lefelé állós. Ebből indulunk, és akkor nem volt széles. Jól lent volt a szájánál. Magas depth, igen. És a bridge sem volt neki. Hát, ennyit tudunk sajnos kihozni az orrából. A füle úgyse látszik. Szemek. Mongol szem. Nem kell, hogy mongol szem legyen. Mondjuk ez. Így, ez még egy lelketlen fiatal kis pöcs volt. Lobin. Secondary color. Milyen secondary color? Hát nincs is secondary color. Ja, hogy az a benti? És ez? Úgy jó lesz. Egy spacing összeszemű. Jó. Eyebrow. Valami dús. Dús szemöldök. És nagyon zöld. Jó. Face. Arc szélessége. Nem széles. Arc magassága. Azaz, ez az, jó lesz, jó lesz. Így. És akkor a skin az rendben van. Decals. Hát itt fiatalon nem volt még sebb helye. Nem tudom, hogy kellene neki bármi. Na. Hát még a hajon gondolkodjunk. De jó haj egyébként ez. Ez sokkal gázabb. De ez a birkanyíros haj is elég tré. Ez jobb lesz. Jó. Finalize. Finalizáljuk. You would like to play the journey to the Nexus? Nem. Nem akarom, mert fölösleges. Nincs annyi illam, hogy lelőjem a hajzét. Na. Első dolgunk. Ekkus már. Ezt kivesszük. Nem kell az arcvédő. Azt sem kell. Van 20 darab nyílunk. Hát ez csodálatos. Ez csodálatos, hogy van 20 darab nyílunk. Hát ez nagyon jó. Úgy érzem, hogy lootolós, ellenséget nem bántós futkosásunk lesz. Párszor meg fogunk dögleni. Emiatt, hiszen healt sem fogunk kapni senkitől.
Az íjat a kezünkbe vesszük azért. Jaj, bocsánat, még ott hátul maradt egy, hiszem kettő darab létmungrasz. Van egy olyan nyíl típus a játékban, amit nem lehet venni. És farmolni sem lehet senkitől. Megadott számú darabot lehet belőle szerezni. Lootként és madaras trétként, és ennyi. Ez a White Arrow. Szomorú vagyok, hogy nem lehet belőle farmolni. De majd holy arrow-kat majd veszünk, az 150 magic-es. És aki meg magic resistes, azt meg lelőjük azzal a nagyon kevés White Arrow-val majd, amit kapunk. Esély, csak lead a közkösz. Amikor test közelből melléd lő, mert lehajoltál. De legalább fasztrollozunk, az is valami. Na így az ötödik ránra már azért nagyjából benne van a speedrun strat, hogy merre és hogy és hogyan és kit. Au. Az mondjuk még mindig nincs meg, hogy melyik loot micsoda. Csak így nagyon-nagyon nagy vonalakban. Mailbreaker. Ez a Mailbreaker. Viszont lootként az ellenség, nem lootként, dropként nem lesz izém se. Firebombom se. Csak amit felveszek. Rendes lootként. Ez problémás. El kell fogyasztanom egy health. De meg gyere ki onnan. Nehogy lees! Fazzeg! Nyilván álljátok el az utat. Nyilván dögöljünk meg. Egy maudébb, faszom. Az Isten faszáért kellett leesnem. Hopp. Na, csak odébb lökte őket. Hülye szűk folyosó. Jól van. Egy kis hír. Hagyjál engem? Engedjél föl! Mindjárt megvan az első shortcut, remélhetőleg nem döglök meg itt, ahogy megyek lefelé. Hadd darab firebomb. Ez elengedhetetlen lesz a phalanx bosshoz. Hát ez? Pine resin. Durva. Úgy megkerem az íjat, mint a kurva élet. Ja nem, igazából nem fogok ilyet tenni. Ezt viszont szét kell lőnöm. El kell pazarolnom a jó kis nyilaimból egy párra. Na, próbáljuk meg kinyitni a shortcutot, annyit, hogy meghalnánk a faszba. Ugri? Üssed szét! Nem ütötte szét. De szét ütötte. Oké, shortcut kinyit. Itt van a Kling Ring. Ez fontos. Au. Volt tovább. Ne, már! Búza! Nyilván állj be az ajtóba, pöcs paraszt! Oh! Rossz irány! Ez is beáll az ajtóba, takarodj már! Ez
See ya, smoke joint. Oké, okay. Van még 18 lőszerem. Majd nem leestem. Menj már innen. Jó, el kell csalni a kötfaltól azt a katonát, aki most fogalm sincs, hogy hol leledsz. Itt most nem esünk le, mert izé van ott csak a crossbow, az nem kell. Thiefring, ez fontos. Itt van lent valami item? Ott van. Meghalok, ha azt felveszem? Valószínűleg. Nem, még nem. Van baj. Jó, az ott egy szimitar, az nem kell. Itt viszont, ha jól emlékszem, upgrade anyag van, úgyhogy ide be kéne osonnom. Egyrészt ott mögötted van cucc. Törhető szól. Itt a katona! Ajaj! Ajaj! Beszorulunk! Vedd fel! Loot! Menj innen! Picsáva. Unknown warrior soul? Jó lesz. Hagyja! Hát a baj, nekem be kéne mennem ahhoz az árushoz. De fog tudni. Ja, ez baj! Fuck! Engedj már! Hogy lelöptem. Mi lenne, megpróbálnék elszaladni jó messzire. És akkor ők azt mondanák, hogy á, jó van, akkor nem megyek utánad. Mondta, hogy nem jössz be, de bejössz. Fuck you. Ó, bazd meg! Nem! Nem! Nem, úristen! Nem! Benny Hill, bazd meg! Kutya fasza Benny Hill hozzám képest. Nagyon fogy a heal. Kengszugat összeállt. Aha. Igen, nálad is van cucc. Létmungrasz, jól van. Hát akkor egyelőre nem beszélünk azzal az NPC. Anyádat! Au! Nem tudom, hogy ez... Na, gyabékén köcsök! Gyersze, nyilván! Vakarom az ormat, akkor nyom ilyen bizony jumpot akkor hozzám. Köcsög. Crescent Moongrass. Hát ez nem jó. Nem jó, hogy ennyire fogy a gyógyító eszközünk. Itt a hülye sárkányt is meg kell várni, hogy ide kijöjjön. Addig húzzuk az időt.
Nem, áú! A 60 kilométeres szaros fegyverem. Gyere már te, lusta szar! Faszom. Menjél fújkodni, míg elszavazok néhány cuccerit nálad. Nem is értem, miért fújja végig háromszor a hidat, úgyhogy igazából ott feltétlenül ott se vagyok. Ugye megérkezik. És fel lehetne venni. Aha, az jó lesz. Á, úgy felvenném azt a gyűrűt, de agyon basz. A farkával! Jaj, menjünk innen! Igen, ha meghalok, rip csomó heal. Igen, azért rossz. De legalább van egy shortcutom. Minden esetre a hídon lévő enemik meghaltak. Legalábbis annak többségük. És valószínűleg dobnak egy adag healt. Ami nekem jó lesz. Kell egy kis stamina, hogy el tudjak futni ezek elől a lángyas buzerátorok elől. Ó, és meg ez is meghalt. Ha, idióta. Tök jó. De én már senki nem dobott semmit. Na, zsidó banda. Na, elértük a második shortcut lépcsőt. Ami jó dolog alapvetően. Igazából tulajdonképpen azt kellene csinálni Lobinnal, hogyha nem Deluxe Edition-t játszanék, hogy itt a sárkánnyal farmoltatni a szolt a hídon lévő emberekkel vagy emberekből addig, ameddig lesz annyi, hogy vásároljak egy csomó nyilat magamnak, és akkor úgy neki menni a falangsznak. De sajnos... Meghúztam azt a kart? Meghúztam azt a kart? Vagy ez nem itt van? Ez nem itt van, várjál. Nem! Bazzeg! Vagy mégis? Várjál. Nem emlékszel, hogy meghúztam-e a kart? Meg, jó van. De ez most így probléma. Mert így most jönnek egy csomóan. És most már nem lesz olyan egyszerű kikerülni őket, mint az... Eddig! Náú. Fuck. De egyébként a boss ajtó nyitva van. Tehát be lehet menni. Persze álljál be az ajtóba. Köcsög. Ki? Miért? Miért szokása mindegyik fasznak beállni az ajtóba? Hm? Au. Eresz. Tehát nem fogsz itt el speldrunolni. Au. Nem lőhetsz le. Nem érdekük, hogy én ott áthaladjam. Hát ebben biztos vagyok, hogy ez nem érdekük. Hogy van és mennyi van? Van nekem egy adag firebombom, de nem tudom mennyi. 11. Hát annak mondjuk elégnek kéne lenni a bosshoz. Már csak nyilakat kell vásárolnom. Reméljük, hogy 10 szolnál többen nem kerül egy sima nyilvessző. Akkor tudok venni egy adagot. Na, erre ugyanide teleportálok idő óta. Jellemző. Pillanat. Na. Szóval. Gates Obletaria. The Nexus.
Oké. Okay. És akkor... mi a helyzet veled? Purchase item. Aero. 70. 20 lélek. Hát az csodálatos. Vettünk 39-et. Na jó, hát akkor a következő kell csinálni. Így 3600, és akkor purchase item. 180 euró. Na, ennyi lehet nálam? 237? Ja nem, ennyi volt a max, amit venni tudtam. Hát az azért már csak elég lesz erre a bosszra, már nem azért megmarom magam, hanem újra kezdjük a játékot. Nyilván pont akkor átugorját a fasz. Centivel se kisebbet. Gyerünk, Lobin! Te vagy a jó. Lófasz. Hogy szakadjál a bosszról? Fogyik. Fogy. Nete. 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 Ó, bazán, már csak kettő van. Ez nem sok. Cserébe kevés. Hui. És elfogyott. Hát ez jó lesz. Ez meggyógyult, ez miért gyógyult meg? Ez így egy kicsit para lesz szerintem. Hallod, meggyógyul rajta! Mi a fasz? Dobjad csak le magadról? Vagy ez, ha várok egy ideig, akkor ledobja magáról a izéket, a falangszokat. Vagy a hoplitákat. Nem is tudtam. Akkor lehet nem is kellene az a sok-sok firebomb. Aha. Nézd már, hát én becélzok a jó helyre. Aztán nem is jó. Lepattam a pajzsról, nem jó. Most, hogy? Fejed. Fejed. Igazán széteshetnél, vagyis hát így lejöhetnének rólad ezek a szarok. Mikor jönnek le rólad? Hogyan jönnek le rólad? Így nem annyira jó ám. Anyádat, te szardarab! Ó, bazd meg! Mocskos csaló. Hogy ölöm ezt meg? Aj, bazd meg. Jó, hát egy módszer van, igazából. Le kell lőnöm róla ezeket a szarokat. Van elég nyilam szerintem, csak...
amik leestek róla, azokat kell megölnem. Nagyon-nagyon gyorsan, hamar. Mert újakat nem tud idézni magának. Ez lesz a tactics. Tehát, hogyha amik már lent vannak, azokat megölöm. Akkor nem lesz ami visszamásszon rá. Hogyan és miért? Nem tudom. A taknyok visszagyógyították, vagy én nem tudom. Mindegy. Nézd, is kivédi a haverja. Ne a boss lőjed. Ezért tölténypazarlás. Ne gyógyítsd meg a taknyaidat. Mindjárt elfogynak. Na mi van, buzi? Várja, van még egy haverod. Szia Benji! Legyél kedves, nem föléleszteni magadat most már. Endgame damage. Már az ötödik karakter. Negyedik? Nem aprózzuk el. Na. Úgy. Let Demon Soul. Na, próbáljunk meg szerezni. Igazából nem kell. Csak el kéne szaladni az EU-kért. A másik EU-ért. Csak az baj, hogy el kéne költeni a szólokat. Elköltjük a szólokat. Na, most sok halál lesz. Most sok halál lesz, mert én nem hiszem, hogy csontvázokat meg akarom, vagy akár meg tudom ölni. Úgyhogy úgy kell speedrunolnom, hogy a nálam gyorsabban guruló csontvázak lesznek. És valahogy el kell jutnom az íjig a 4x1-ben. Ami nem lesz egy leányálom. Viszont az biztos, hogy ezt az adag szólt elköltöm nyilakra. Csak hogy ne veszítsük el őket. Meg itt meghalunk majd a... Ez a 25 szól, ez nem is érdekel. Gyorsan megöletem magam, hogy ne bántsam a tendencit. Nem azért nem akarom bántani a tendencit, mert hogy nem be akarok jutni valahová. Azért nem akarom bántani a tendencit, mert nem vagyok elég erős ahhoz még, hogy nehezebb, több életű, nagyobb defenző ellenségeket is lelövöldözzek. Hop, nem arra. Menjél csak ide. Hello, szia, szevasz. By the power of the monument, alelolalelolalolo. Ezt add ide. És... Itt kiugrunk mindjárt.
Dead. Jó van. Szintet most nem lépünk. Nulla szólunk van. Tökéletes. Island's Edge. Az itteni árus NPC-től lehet amúgy venni majd a baszónyilakat. Hú, de sok csonti fog utánam jönni. Nem! Ó, bazd meg, de szar lesz ez? Au, au! Ja, jó, bocs, két ütés vagyok. Ja, izé, kapuig nem jutok el. És próbáljam meg lelőni őket. Nem tudom. Huszonöt? Nem. 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 Addig megyünk, még egyszer csak sikerül. Vedd fel. Hát itt nem volt. Itt nem volt iframe a kötfalnál. De most már nincs ott a kötfal. Igen, mondom, hogy itt halál lesz átjutni. Főleg, hogy a gurulásukkal is megsebeznek, tehát minden egyes alkalom, amikor belém gurulnak, egy picivel kevesebb lesz a HP-m. Áú! Hát most a csapda lőtt agyon. No para. Jók vagyunk. Ez annyira rákos. Rákos, Raki, hogy... Az fáj, hogy belém gurul. Mert ha még csak megszegerelne, érted? De nem, nem, fáj. Fáj, hogy belém gurul. Nézd a gecit, hát... Á, kurva élet. Nem! Nem, pedig már majdnem feljutottam a lépcsőn. Bunkó fasz. Az isteni. Nem akarok healt használni, mert nincs időm rá. Tehát, hogy így úgyis megbasznak. Akkor minek? Nézd meg. Meg se ütnek, de mire eljutok odáig. Atyám, nézd meg. Istenem. Ez gusztustalan. Hogy nem kell megütni ők, akkor is fáj. Mint hogyha valami 2D platformer játékot játszanék, ahol contact damage van. Hát ez... meg se próbálom. Az lenne jó, ha tudnék blokkolni, de hát ez... Nem lehet blokkolni az íjjal. Így lenne, így kellene. Hopp! Hopp! Kiguruljuk a gurulásotokat. Ah, oké. Most viszonylag sok HP-n maradt. Még, egyelőre. Mi lenne, hogyha... Ne! Kibaszott kurva életbe! Ez a buzi buzerátor csapda. Hogy nem lehet kikerülni, mindenképp rá kell lépni erre a faszom gombra. Pedig most még életem is volt, ez az, őjé meg, első csontváz.
Ha az a csapda nem lő le, akkor el tudok jutni az íj, az íjig. Most már, vagy onnan már. De még nincsen pajzsom, tehát még kivédeni sem tudom azokat a buzinyilakat. Csak ha jókod dodzsolok, az jó van. Ennyit tudunk. Persze kettőször is guruljon nekem egy darab csontváz. Egymás után. Hagyjál már! Na minden jót amúgy is. Azért itt is agyon lőhetné a csontikat amúgy, ez a csapda. Mint mondjuk a Dark Souls 1-be. Ez egy szarkör volt. Egy elég szarkör volt, inkább így fogalmazok. Ó, jaj. Nyilván. Basszál hátba, basszál szájba. Mindenem a baszás. Pontosabban, amikor engem basznak. Oké, ez most így nem rossz. Ez most így nem annyira rossz. Viszont a para az, hogy ide föl kell jutnom valahogy. És itt nem tudom, hogy el tudok-e menni a csonti mellett. Hopp, igen. Ú, de nagyon kevés a... Menjél föl! Nem! Menjél föl! Ne! Itt is van egy! Itt vanok, mindjárt itt vagyok! Add ide! Ez az! Oh. Ilyen nyomólapos, igen, az van. Ó, geci. Megvan az íjunk. Ez az az íjunk a játék végéig. Compound longbow. Nincsen elég dexterity-nk hozzá, jól látom. Nem, erőnk nincsen elég. 22. 9 strength. Hát az nem túl sok. Fejlesztünk magunkon. Aztán elmegyünk a... Mi a fasz? Honnan jön a extra fényviszony? Ha? Na szóval. Kell annyi strength, hogy ezt két kézre tudjam venni. 22-nek mennyi a... A... 1 per 150 százaléka. 15, 16, 8, 14, 7, 21, picsába, 15 strength kell hozzá. Awesome. Compound longbow. 15. Ja. 15 strength kell hozzá. Az még 6 szint. Komolyan, bezd meg, kiborulok. Nézd meg. A faszér vagyok átlátszó. Mondjuk van egy tippem, hogy miért. Hogy nem sikerült már. Talán így jó lesz. Nem sikerült rendesen eltakarni a napot, ami szemből süt. Szerencsére van egy adag ilyenem. Úgyhogy ebből az kezdő statokat meg tudjuk szerezni. Anélkül, hogy a sárkánnyal csízelném a szólt. Az se kell. Na, 20 000 lélek. Akkor kell 15 strength. Seek soul power. 15. Többi mehet dexterity-re. Jó. Van egy adag nyílveszőnk, van egy adag dexterity-nk, és van egy adag strength, ami kell ehhez az íjhoz. Ez egy faszak is íj amúgy. Figyeld, hogy világít a szemünk. Te. Légy szíves, mutasd már meg a karaktért.
Ez bazd meg. Egy érdekes. Mutassam a csoda íjjászt. Ő az. A seggállával. Ez. Dús hajába kap a szél, azaz. Na. Akkor a következő dolog, amit csinálunk kell, az fegyver upgrade anyaggyűjtés. Ezt el kell vinni plusz 3-ig, és utána pedig spider stone-okkal kell upgrade-elni tovább sticky irányba. Upgrade. Légy szíves, erre kell, hogy legyen elég. Ó, ez hard stone-os. Nagyon jó. Mondjuk annyira nem annyira nagyon jó, mert az első gyík a sharp stone-t dobál, viszont a minerek azok adni fognak nekem hard stone-t. És úgyis csak 3-ig kell vinnem, tehát large hard stone nem kell. De azért agyon lőhetjük ezt a gyíkot. Gyík. Gyík. Nézd, és most hardstone dobott. What? Ezt gondolom a kettő közül random, hogy melyiket adja. Most hiába megyek vissza a Nexusba, mi mert nincsen szólom, hogy upgrade-eljem a fegyvert. Biztos vagyok benne, hogy kevés van most. Na, 200 nem elég. Biztos, hogy nem elég. Akkor szerezzünk. Hol tudnék szerezni egy adag szólt, ami nem kerül sok nyilvesszőbe. Mondjuk... Itt biztos találok az elején egy törhetőt. Farmolok a bányászokon? A keveset adnak, ilyen 6 meg 8 szólt adnak. Aztán az így nem jó ám, mert 20-ba kerül egy nyilvessző. Szóval az amolyan please no. Nem kell a takony. Ez halkmungrasz, de ott lent azt hiszem van egy. Mit iszok? Tea. Normális fekete tea. Ha, unknown hero szól. Az mennyit ad? 400-at? Ez kevés. Kevés, szerintem egy jó ezres kell a következő szinthez. Áj, kár volt elfejlesztenem az összes szólamat izére, szintre. Mindegy. Mindegy. Nem baj, minden is kapok szólt. Crescent Moongrass. Tudtátok, hogy visszafelé nem lehet jönni. Nincs annyi idő, hogy visszafussatok. És a sárkány popán basz. Úgyhogy majd a Nexusos Archstone-nal kell visszateleportálnom, hogyha itt lootoltam egy adagot. Én meg csak a heal. Ne a heal dobáljad. Legyél kedves, adjál nekem mindenféle jót. Ó, várjál. A pajzsod mögül, te köcsög! Na, ez 46-ot dobott. Na, te nem tudsz pajzs mögülni. Na, csak mert már csak 34-et, ez veszteséges. Ó, ezek viszont együtt egy lövésből meghalnak az íjászok, az nem rossz. És 56-szor. Minden íjásszal nyerek egy darab nyilvessző.
Nevetni fogsz a falangszos boss harcon, Pisti. Felnyerítesz majd. Ti meg nem adtok annyit, mi? 7! 7 szól! Ez az. Nagyon jó. Azt hiszem ez bleed resistes gyűrű. Aha. Igen, most nincs itt osztrava. Blue Eye Knight Kirasz, azt felvesszük. Úgyis nagyon pici a terhelésünk, legalább legyen rajtunk valami panceló. Igen, kérdezd meg a Bálintot. Szerintem Bálint is nevetett egyet. Akarok én erre menni? Nem, mert itt egy csomó kutya van. És amúgy is le tudok menni hátra is. Normális vagy, hülye gyerek. Te meg hol a fazba vagy már? Spike shield? Én nem ezt akartam bővenni. Adjál nekem inkább ilyet, meg olyat. Hellóka babácska, mi a helyzet? Igen? Ó, Renowned Hero szól, az jó lesz. Egy pillanat is oda. Vagy mit? Hát 9 óra van. Miért vártatok eddig? Együtt szoktunk reggelizni, 8 körül. Hagyjatok már lőni! Nem belefutok az élvezőbe, mi a fasz, idióta geci! Ati te fasz! Na. Akkor most szaladjunk el odáig. Próbáljuk meg visszaszerezni az elveszített soul mennyiséget. Amivel upgrade-elni szerettem volna a fegyveremet. Ajaj, várjál! Nem úgy van az. Át is értem. Mindegy. Igen. Ha ez PC-n lenne, akkor már lenne a felirat. Ati, te hülye fasz. Na, mennyi őjed őket? Egy csingyen szól. Au. És miért nem lőtted el, ha már kihúztad az íjat? Hm? Nagyon lassan lő ez, bazen. Not funny. Itt van amúgy a compound short ball. Nem lő.
ugye ennek a kicsit gyengébbik változata. Meg egy adag heavy arrow. Ki is árulja heavy arrow-kat? Nem emlékszem. Patches? Odáig még föl kéne futni. És van egy adag loot, amit ki lehet. Futi, 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 futi. Hopp, egy Stone of Ember form. Hallod, hogy kilőtt onnan föntről? Ne! Nyilván én lövöm szét ezt. Au. Oké, onnan most nem lát rám. Full moon grass. Mi a helyzet veled? 26. Seggem a szádba pattana. Ki ne húz az ilyet. Még a végén kihúzott. Ugh! Biztos nem fogsz healálni, hülye vagy? Azért lőttem le, mert tudom, hogy 400-at ad. És arra megéri pazarolni a nyilakat. Ez nem volt headshot. Hallod, hogy tudsz futás közben, amikor nincs is... Ne... Na mindegy. Hogy a jó Istenbe tud védekezni úgy, hogy nincs előtte a pajzsa? Ez ilyen From Software betegség amúgy. Hátba, még az ember mikor hátba lövi, és nyilván nem hátul van a pajzsa, még akkor is tud védekezni valahogy. Tisztulsz-e? Kis gecon. Nem mint hogyha kellene. De azért előttem. Hogy miért gyorsabb ez a fos? Mert azért, mert előre betárazza. Na jó, hát most már azért kutya kötelesség az, hogy most ebből upgrade-elni tudjak. Úgyhogy itt az ideje haza teleportálni. Felhasználni az egyik kibaszott ritka, nagyon drága kövemet. Itt nem tudom, hogy... Ennek a buildnek nem kell majd... Nézd meg, és még így is átlátszok. Elképesztő. Túl világos van. Túl nagyon süt a nap. Jó napot! Kérnek szépen egy upgrade weapont. Plusz 2-re. És akkor azt hiszem 2 kell még? 1. Egy Hearthstone shard hiányzik. Mondjuk azt szerezhetnénk a izéből is. Innen a taknyoktól. Az nem tartana sem eddig. És szerintem a taknyok most már egy lövésből meghalnak. És akkor utána átmehetünk a 2-1-re. Másik kovácshoz. Meg ugye szereznünk kell magunknak egy adag Spiderstone-t, amit egyetlen egy darab kristallizál dob az egész játékban. Takony. Nem. Ne védd ki! Búzi takony. Nézd meg, Large Hearthstone shard. Large Hearthstone shard kell, hanem egy sima. Tiszta haszon. Egy lövés. Na nézd meg, hát így nem egy lövés. Mindegy, két lövésből is jó vagy, jobb vagyunk még. Még visszahozza az árát. Ott meg havazik? Havazni nem havazik, de ilyen deres minden. Amúgy. Mondjuk havazott este. Au, pöcs. Jaj, itt nem tudok megint menni. Másik irányból tudok hátulról rálőni. Nézd már meg.
Akkor kap be a fasz. Komolyan megfordultál te is. Szopjál le. Jó, akkor nem ezt csináljuk. Akkor mégis csak elmegyünk a minerekért. Aztán majd ott dobnak nekem large shardot, vagy ezért sima sharpstone shardot. Az, ami viszont biztos, egyrészt ezt nem kellett volna, az is biztos. Ami viszont biztos az az, hogy ezeket hazaküldjük, mert nem, minek legyen az inventorimba. Sebzést hogyan, mennyire lehet növelni? Eléggé amúgy. Nagyon erőset fogok lőni. Dexterity build lesz ez is. Erős nyilvesszőkkel, egy SS kifejlesztett íjjal és Clever Retringgel fogunk menni. Red Tier Stone Ring-es nagyon kevés életes build lesz. Úgyhogy ő lesz a no hit runner igazából. Legalábbis a bossokat no hitre kell majd megcsinálni, de tekintve, hogy lőni fogok viszonylag messziről, ez egy kicsit könnyebb lesz, mint a legutóbbi próbálkozás mondjuk a Flame Lurkernél. Nem Lobin lesz a baj, inkább a crossbow-s ember lesz a problémás, mert ott se izé nincs, se skálázás nincsen, se upgrade nincsen. Nem lehet fejleszteni a nyílpuskákat. Anyád. Nem. Fölmegyünk, lelőjük ezt a hülyét, vagy nem? Nem lőjük le ezt a hülyét. Inkább csak megkeressük a zsákosokat. Kinél van a zsák? Itt van valamelyiknél, nem? Hát nem nálad volt. Az, aki három szólt adnak. Spider Stone Shard, az anyád! Az anyád! Ne lőj már mellé. A Spider Stone Shard az fontos, mert az kell majd. Az kell majd, és nagyon, nagyon kevés és nehezen beszerezhető van belőle. Kinél van a fie zsák? Nálad? Nem. Nálad? Nálad van zsák. Aha, na. Ez pont elég ahhoz, hogy plusz 2-es legyen a fegyver, vagy plusz 3-os. Úgyhogy ezt meg is tesszük. Aztán így kb. Hanyagolni kéne az ellenségeket most már ezen a pályán. Úgyhogy megint olyan fajta speedrun féleség lesz, hogy nem ölünk meg senkit. Csak azt a lizárdot, akit meg kell. Nexus. És akkor azt kéne csinálni, elmenni megint a 4x1-be, valahogy elverekedni magamat az adjudikátorig, azt agyonlőni. És akkor a 4x2-be a reapereket tudnám farmolni föntről. És akkor tudnék szerezni egy csomó szolt, amiből tudok vásárolni nyílakat, meg mit tudom én. Úgy lenne a fasza. Adjál nekem. Nem purchase. Upgrade. 5. Legyél kedves plusz 3-ra rakni. Na, és akkor a te pályafutásod, mint kovács véget ért. Smithing Grounds. Az a baj, hogy szerintem ezt ide kihúzom. Nem tudom, miért van 6 értesítőm. Mindegy. És
meg akartam nézni, hogy hiányzok-e valakinek. De tegnap úgyis viszonylag sokáig dolgoztam, úgyhogy hagyjanak engem békén így a 10 órás meetingig úgyis. Na, próbáljuk meg megfutni a gyíkot. Azt a gyíkot, aki Spider-Stole-os. Meg úgy ezt az egész shortcut dolgot. Az baj, itt lesz 3 kutya. Aki nem viccel. Nézd már! Nézd már, hát rá sem tudok lőni! Ó, és nem hal meg egyből. Probléma. Ne! Kurva, minerek, ne bántsatok már! Ne! Ki csoda? Ja, fönt meglátott az a hülye. Rosszabbak vagytok, mint a csontok. Nézd meg! Megölnek a kutyák. Ez tényleg problémás lesz így. Ez így problémás lesz. Azok mindenkit ki tudok kerülni, a kutyákat nem, azokat nem lehet. Le kell lőnöm őket, mert a világ végére is utána jönnek. És arra gondoltam, mi lenne, hogyha a kutyák kapnának inkább egy adag heavy arrow-t? Vagy light arrow-t? Az mitől jobb a light arrow, mint a sima arrow? Kevés kisebb a súlya? Tudja a faszom. Mert a heavy arrow-ba biztos meghal egyből egy kutya. Ha? Ah, bár itt is van! Faszom! Menj már! Menj már! Buzerátor! Fúj! Fúj! Fúj, mekkora, mert azok rosszabbak, mint a csontvázak, komolyan mondom. Éljen ez a sötét, fostos, szaros pálya. Azt se látom, mi van. Felhúzom a brightness-t, akkor meg itt megvakulok a faszra. Igen, ezt már kérni akartam. Ezt a követ. Szóval, ott tartottunk, hogy buzerátor kutyák. Ott van egy. Már jön. Áú, te kurva anyádat! Persze, öljél meg. Légy szíves. Épp kérni akartam. Miért nem tudtál bányászni? Hm? Miért nem tudtál bányászni? Hol a másik két kutya? Egy. Kettő. Fuck you. A többi nem fontos. Mondjuk lelőjük, mert ez sokat ad. És nem csak, hogy sokat ad, de healt is ad. Full moon grass-t. 548, hát igen. Az soul mennyiség. Crystal shard. Sharpstone chunk. Hardstone chunk. És hogyha headshotolok? Azt a tűpontos hitbox, figyelted? Hát ez meg itt állt. Ez meg itt áll az ajtóban. Na. Kurva óvatosan... Nem ezt, nyilván nem ezt. Kurva óvatosan kell csinálni, hogy nehogy elijesszük az egyetlen gyíkot, aki olyan anyagot ad, ami nekem kell. Nehogy les! Nyilván, esélyen, az sokkal jobb. Öj, baszki. Ide le. Oda be.
Mert ugye a Demon's Souls-ban nem jönnek vissza a gyíkok, ha esetleg elszalasztanád őket, úgyhogy így kb. Egyetlen esélyem van. Pontosabban többször is visszajön, mert ugye mindig, mikor megölsz egy boss-t, akkor visszajön egy gyík. Vagyis hát az összes gyík visszajön egyszer, hogyha megölsz egy boss-t, de... Nem azért para a dolog. Azért para. Mert szerintem minden... Szerintem az összes gyíkot meg kell ölnöm, vagy nem. Azt az egy gyíkot mind a négyszer meg kell ölnöm ahhoz, hogy legyen elég anyagom a maximális upgrade-hez. Mert hogy különben nem lesz. És nincs aki, és nem lehet kitől farmolni. Ha lehetne izéni, ha nem javították volna ki a duplikálós glitchet, akkor nem lenne probléma, mert ezt most föl, ezt a gyíkot most így megölném. És így csinálnék az összes cuccból, amit dob, csinálnék izét, így ezret, és akkor instant max fegyver. De sajnos azt már kijavították. Úgyhogy nem tudunk csitülni. Kinyitottuk a továbbjárást. Oda átmentünk már. Unknown Warrior Soul. Na, itt kell óvatosan csinálni. Itt kimegyünk. Egyrészt kell a Thief Ring, de az nagyon kell. Úgyhogy a Kling Ringünket felváltjuk a Thief Ringre. Pontosabban nem itt, hanem egy icipicit tovább van, ami fontos. De a következő gyík, amivel találkozunk, az lesz az a bizonyos, akire vigyázni kell. Úgyhogy kell a Thief Ring, mert az fontos. Anyát. Jó. Nyissuk ki a sarkatót. Tulajdonképpen a minerekkel nem is kell foglalkoznom, mert már nem dobnak itt olyat, ami nekem kell. Majd hát esetleg lehet, hogy a fiszteseket farmolnom kell. Én azért szopó, mert 3 szolt adnak. És jelentős veszteség, hogy 20-ba kerül egy nyílvessző, ott meg adnak 3-at, és 2 lövés kell beléjük. Jó, lemenni nem kell, mert még nincsen nyers anyagom az upgrade-hez. Itt pedig valahogy át kell verekedni magamat, anélkül, hogy... Au, pöcs! Hogy én ezt mindig elfelejtem, hogy ez itt van. És mindig pofám basz. Te! Gyere már ki a sarok mögül! Nézd meg, ott kempel. Az egy large shard, az nem érdekel. Na itt a gyík, ami balra van. Azt nem szabad elijeszteni. Ide fel kell jönni tettőre. És ott egy ikkocska. Szerencsére egy ikkocskánkat nem érdekli, hogyha elkezdjük lelőni mellőle az embereket. Egy ikkocskánkat csak az érdekli, hogy őt ne lőjünk meg. Ő lesz a játék legfontosabb gyíkja. És nyilván 1000 ember őrzi, hogy nehogy el tud izélni kapni.
És nem csak ilyenek, hanem még szikladobálók is. És ha meghalsz, miközben megpróbálod elkapni egy ikkot, akkor buktad a gyikkot. Ahogy ezt láthattuk az első ránomban. Ilyen. Kicsit közel tudunk menni hozzá a Tiefling miatt. Annyira, hogy be tudjuk célozni. És akkor már felborul, ha meglőjük. Ez. Négy darab Spiderstone shard és kettő darab Spiderstone chunk. Egyet tudunk fejleszteni ebből, de többet nem. És meg kell ölnünk a nagy pokkot. Ja, az a nagy bunkosbot, az nem kell. Sajnos négy sárdocska a nem elég ahhoz, hogy kettőt is fejleszünk a sticky irányba. Úgyhogy még az is lehet, hogy nem fejlesztünk most rá, majd csak hogyha megöltük a pókot, és újra megöltük ezt a gyíkot, majd akkor. Mert most még nincsen annyi dexterity-m, hogy a skála miatt megérje váltani az upgrade irányt, és le fogja vinni a base damage-et. Abban biztos vagyok. Szia, Dávid! Megnézzük, jó, hogy mi lenne, hogyha most márciusi havazás, azaz. Megnézzük, hogy mi van akkor, hogyha most upgrade-elünk. Te most 59-es vagy, 59 plusz 112-vel, hú, de szar a dexterity skálája ennek. 59 plusz 112. Ha én ezt átváltom most sticky-re, akkor 50 plusz 123 lesz. 9 versus 11. Akkor ez már most erősebb lesz. Az még nem rossz. Az mondjuk nem rossz. Akkor legyen. Akkor az most már sticky irányt vett. Kellene még kettő a sima sárdacskából, hogy upgrade-elni tudjunk, de azt sajnos még nem tudjuk megtenni. Szia Márk, amúgy. Jó, próbáljuk meg megölni a pokkot. Én azt mondom. A nagy pokkot. Mennyi az idő? Ah, nincs fél tíz. Megöljük a nagy pokkot, és akkor megint meg tudjuk ölni a gyíkot. 125 nyilvessző, elégnek kell lenni. Szerintem a Thiefringre nem is biztos, hogy szükség van. Most már. Viszont megint lesznek majd kutyák. Kapják be a faszt. Vissza a Klingringet. Hanyadik run? Ez az ötödik. Volt az első runom, aztán Lionel Richie, volt a bonkos, és tegnap befejeztem a shield run-t. És ez most itt Lobin. Lobin egy kicsit nehézkesen indul. Pokkot lelövöm a kötfaltól. Mi? Ja, mondjuk, hát attól függ, mert szerintem túl messze lesz. Hát nem valami hosszú játék igazából. Nem, hát megöletem magam, mi a fasz? Azt a kurva idióta, a fasz, geci. Persze. Mert mit is csinálnék, mint azt, hogy alá megyek a tűzgyíkoknak, akik leesnek a falról. Mintha nem tudnám, hogy leesnek a falról, és rám ugranak, hogy fölgyújtsanak. Mintha nem tudnám.
És most hú, úgy meglepődtem. Á, nem is feltét... Nem azért, de... Mi a tetű? Halni megfele. Légy szíves. Fogyasszátok a nyilaimat. Úgyis örök mennyiségű van belőlük. Ja nem, mégsem. Na. Aha, nem. Azt a 2000 szólt kérem, mert abból majd gyilak lesznek. Biztos nem ugrasznám. Jön majd egy kutya is. Ne! Már itt is van. És még mindig nem hal meg. Pedig már nem mindig. Ugrál ez a kutya. Faszért kell ebbe kettőt lőni? Szeretnél esetleg átharapni a falon? Az valóban vicces lenne. Úgy ki kellene nyitni az irányt a pokkig, hogy meghalljak már előtte, mert igen, 1000 évet kell futni hozzá akkor. Half Moon Grass. Ne! Anyádat! Kempelő gecik! A No Hero szól. Haha, iframe. Nem is kellenek a zsákos emberek sem, mert úgyse az dobnak, ami nekem kell. Jó. Itt egy elixír van, az nem fontos. Poison resist string. Half Moon Grass, egy kis heal. Lehet, sárcóság. Mennyire nem kell nekem? Elég nagyon nem kell. Jó, itt lesz egy dabedék. Ezt le kell majd lőni azért. Hogy spamol, figyeled? Én meg nézek, belelövök a kurva oszlopba! Tiszta érdekes, hogy mind a két kezével tud lőni. Halljál már meg. Tehát, hogy átveszi egyik kezében a másikban a fegyverét, és akkor lő a... Mert szétgurulni nem tudom, viszont egyetlen nyilvessző szétfasz egy szekeret.
Nem tudom. Az a vicces amúgy, hogy itt nem egy csánkokkal lesz a para, hanem a kicsi sárdokkal. Mert még pure-t is kapok ingyen. Hogyha megölöm a... Ó, itt van kettő. Ó, de ez most... Ó, bazd meg. Muszáj visszamennem, srácok. Most kaptam annyit, hogy még egyet ráhúzhassak az íra. Úgyhogy most futunk egyet vissza, meg majd ide megint vissza. Muszáj. Nincs mese. Vagy legalábbis úgy gondolom, hogy kaptam eleget. De nem ám aztán nem. Spiderstone Shard 4. Bocs, meg kell néznem az upgrade táblát, mert azt hiszem, hogy 3 és 4 kell hozzá. Spiderstone 3, 4. Aha, most pont annyi van. Pontosan annyi van, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Akkor most Sticky 2-es lesz a nyilacska. Annyira azért nem kell sokat futni szerencsére, mert csak itt a lávás, volt lávás területen kell átmenni, aztán ott van mögötte a lift nem messze. Tudjátok mit? Nem is a pokkot öljük meg először. Bár mondjam, de azt kéne. Azt kéne, mert vissza kéne hozni ezt a gyíkot, ami a Spiderstone-okat adja. Upgrade weapon. Sticky. 2. Jó, és akkor kell most már 6 darab a sima shardból. Nem fog annyit adni. Ez nem fog annyit adni. Akkor viszont mégsem a fókot öljük meg először, hanem az adjudikátort. Vissza, akkor elmegyünk most a izébe. A 4x1-be. Megpróbáljuk megfutni azt a boszt. Majd biztos jó lesz. Úgyhogy a csontvázaktól. The Nexus. Megyünk nyilakat, mert már fogyóban van. Megint. Úrcsasza item. 38 nyilvessző. Ja, mert hogy nem fér be több a lófasz miatt. Vigyi, hellóka, hoztam neked egy adag ilyen lószát, hogy beférjenek a szarjaim. Viszont mehetnék rendes páncélzatban, mert rohadt kevés a súlyelosztás így rajtam. Nézzük csak. Ne. 49,7. Szerintem ez pont jó lesz. Többit bedobjuk a ládába. Még se kell ez a sisak. Ja, mondjuk Ripper az jó lenne. Úr csasza item. Még 62 nyilat, kösz. Ide. Valószínűleg tartom amúgy, hogy talán meg is tudnám most már ölni a csontikat, és nem 20-akat sebeznék rájuk. Mondjuk nem hiszem, hogy olyan nagyon sokkal többet.
Hagyd abba a kurva! Hogy lőjelek le? Hm? Hogyha folyton csak gurulgatsz. Így. Alapvetően egy pozitív végösszegű a dolog. Mert több szoldad, mint ami a megöléséhez kell. De ezért nem fogom lelőni. Fekete csontit. De gurulás közben, ne guruljál már belém, légy szíves. Akkor egy cheater fel az ellenség. Jó, mondjuk az izét nem übereli, az biztos. Te nem akarsz esetleg holierot dobni nekem? Az tök jó lenne tőle. Ó, de jó, hogy ketten jöttök! Hagyja már! Kurva! Kurva, kurva, kurva anyád! Nyilván, szorítsál be! Jó, nem öljük meg őket, mert felesleges. Ugyanazt fogjuk csinálni, mint amikor megpróbáltam felszedni az íjat. Elszaladunk. Kapd be a faszt, ott maradsz. Bekapod a faszt. Mondjuk nem így. Ennél kicsit effektívebb volt. Bár igaz, hogy nagyon sokszor belehaltam ebbe a próbálkozásba a múltkor is. Hallod, abba fogok meghalni, hogy belém gurulnak. Nem abba, hogy leütnek, nem. Abba, hogy belém gurulnak. Nem baj, előbb-utóbb bejutok abba az épületbe, és utána már nincs gáz, mert ott már nem guruló csontvázak vannak. Majd csak az egy geci vagy, bazd meg, hogy contact damage van. Hagyjál már mozogni! Akkor nem vesszük fel azt az 1000 szólt. Nem! Hadsz békén! Pöcs fejű csontvázak! Mászál fel azonnal? Ugye agyonlő egy rája. Hú, de jó lesz. Heal! Heal! Ah, oké. Okay. Jó van. Most már jók vagyunk. Eddig kellett eljutni. Thiefringet föl kéne rakni. Vicces lenne itt legurulni. Inkább nem próbálom meg. Papa. Jó. Mr. Adjudikátort pedig csak le kell lőnünk. Mert egyből tudjuk célozni a fejét. Itt ő mellettük pedig el tudunk menni. Különösebb probléma nélkül. Ő mondjuk már inkább kérdéses, de talán el tudok szaladni itt is. Jó. Fel kellene venni a regenerátor ringet. Azért az nem lenne haszontalan. Szétszurkálja a padlót a lábam alatt? Azt tudom. Hát nyilván
azért óvatosan kell, nem lehet csak úgy egy helybe állni. De én nem is mondtam, hogy ez a tervem. Akkor essél le. Ahelyett, hogy egyenesen szaladná előre, inkább lesz le, rohansz a szakadékba, idióta kristálygyík. És természetesen a lootot nem kapod meg, és ilyenkor is elvesz egyet az életszámlálójából. Na, itt is van egy ilyen nyomógombos csapda, ami nyilván varsot megölne és háromszor próbálja meg. De nem kell lesz. Próbáljuk meg lelőni Mr. Adjudicator. Hoppácska! Nem jó, nem tudom becélozni. Fordulj ide! De azzal a kezeddel is tudsz ütni. Ideket. No hit! One shall stand. Ja, gondolom olyan trófea volt, hogy ne boruljon föl, és úgy jöjjön meg. Story Warrior, meg itt van fönt egy ilyen embercsináló. GG. Na, nem, úgyis abba kell hagynom a streamet, mert már meetingek jönnek meg ilyesmik. Viszont, ami fontos, az, hogy itt én tudok, majd ki kell szabadítanom ezt az arcot, aki itt áll majd, mert nála lehet venni 150 magic damage-es nyilvesszőket, 200 szól egy darab. A kedvenc farmoló helyemet megnyitottam, úgyhogy most majd farmolás lesz. A kérdés az, mennyire tudom én ezt lelőni? Eléggé. 4 lövés, 3900 szól ér. Én szerintem ez abszolút, abszolút jó kis farm hely lesz. Mindenféle veszély nélküli. Húsét sztonsár. Storm Kingnél is jó farm van. Igen, mondjuk ott majd ott is jó lesz, mert azért Lobinnal le tudom majd lődözni a izéket. Rendesen. Ezeket a szarokat. 1200 szól rá, igen. Viszont... Komolyan nem lehet kilőni a falat. Really buzz meg. Mindegy. Jó napot! Nem baj, hogyha magával nem foglalkozom? Ne essél már! De jó bírod! Na mindegy, akkor essél le. Majdnem én is leestem. Hát csak majd fel kell venni a szolgyűrűt is, meg kell ölni a izét is, azt a hülye boszt. Azt a boszt ezzel a nyílveszővel fogjuk megölni, ez a 18 darab bajteróval. Mit szóltak hozzá? Mert ez a bajteró 115 damage-es, 115 fizikai damage-es, a Latriában majd ezt kell vinni, mert ott a Magic Arrow nem hat túl sokat. Jól van, na.
ilyen szól mennyiségből, meg szól farmból. Amúgy jó ez a white bow, csak nem jó a skálája. Meg kell hozzá 30 strength, tehát hogy így kösz. Tulajdonképpen most azt kellene csinálnom, hogy van elég nyilam alapvetően. Úgyhogy most kéne egy kis dexterity. Úgyni. 204-es attack rating. Hollow arrow? Nincs is ilyen. Ilyen arrow nincsen. Holy, olyan van. Ha esetleg arra gondoltál. Purchase item. Vagy ha van ilyen, akkor én kurvára nem tudok róla. Na. Most totálisan bevásároltam nyilvesszögből, úgyhogy tudok farmolni. Tudok mivel farmolni. Amit még meg kell tenni, még egy nagyon kevés időm van, az pont az lesz, hogy most szétbasszuk a pokkot. Mit szóltok hozzá? Még gyorsan, annyi időm még van. Oda szaladunk és lelőjük. És akkor a krisztálizárdot még egyszer meg tudom csapni. Hanyadik run? Ötödik. Várjál, mert itt megint itt fog kemperni a sarokba ez a buzi. Hopp! Buzi kemp! Buzi! Kemp! Tudom, hogy jönnek mögülem is, és kevés időm van erre, de belefér. lehet, nem tudom. Na! Na! Amúgy miért erre megyek? És itt miért jöttem ide? Tiszta vicces, hogy most itt vagyok. Nem is erre kell jönni. Miért nem szóltok? Hanem arra. Au. 122 az nem rossz. Egy sima nyílveszővel. Azt hittem még lősz egyet. Full moon grass. Az jó lesz. Iha, sietni kell. Sietni kell, jól sietni. Mhm. Igazából belehaladnál egy lövésbe, ha már ilyen kevés szóltatsz. A lobby egy kicsit felpimpelődött azóta, hogy elkezdtük a játékot. Nem mondom, hogy nagyon, de azért már valamennyivel életképesebb. Kár, hogy nem tudtam benni Holy Arrow-t. Azzal kellett volna agyonlőni ezt a pokkot. Viszont még a pokk előtt itt hátul van egy Spider Stone csankocska. Azt fölvesszük. Mert az kell. Itt a sárdokkal leszünk bajba egyébként, nem a csánkkal. Full moon grass. Nincs valami faszabb baszó nyilam? White arrow. Mindegy, ebből tudok még szerezni annyit, hogy elég legyen latriába.
Bápasz. Nem sebez olyan nagyot most így, az a baj, úgyhogy maradunk ennél. Oké, okay. No para. Meddig jön ez a szar? Eddig. Hát ott az a baj, hogy nem. Jó. Biztos, hogy nem. Egész jó bírom a kezdés. Jó van már. Ezt kérem. Nem a Warrior szól, és akkor aztán majd még egy... Még egy chunk. Aha. Ő ad egy pure-t is. Az utolsó fejlesztéshez. És akkor most meg tudjuk ölni még egyszer azt a Crystal Lizardot, aztán offolom a streamet, mert... Menni kell. Nincs mese. Aztán majd megpróbálok farmolni a bányászokon magamnak Spider Stone chunkot. Az öklözősök tudnak dobni. Azok, akiknél nincsen fegyver. Majd meg kell találnom őket, hogy pontosan melyikek azok. Engedj már be! Hallod? Egy HP-ba maradtál meg? Csak kérdezem. Ugye egy HP-d maradt. Faszom. Úgy. Itt egy íkocska. Ágyon lőjük. Négy darab shard, egy chunk. Jó. Szerintem összesen annyi shardom van, hogy négy. És az ugye nyilván nem lesz elég. Jó, na. Ma már nem streamelek. Mert ma este, mondjuk lehet, hogy este majd, majd kiderül. De ma este valószínűleg Nioh 2 streamet fogok nézni, Enikőnél. Úgyhogy, ja. Minden esetre köszönjük, hogy itt voltatok most reggel. Szerintem, amikor már itt folytatni fogjuk ezt a játékot, addigra ez a fegyver maxos lesz. Mert a kis sárdocskákat a minereken valószínűleg kifarmolom. Lesz minimum 40 dexterity, de inkább 50. És nagyjából ennyi. Erre lehet számítani. Jó, na jól van. Mindenki menjen a dolgára, nekem is mennem kell. Addig is. Sziasztok!